Régi német hagyomány a bokrok és a fák húsvéti tojásokkal való feldíszítése. A sváb szokást Dombóváron is igyekeznek megőrizni. Az ötlet az 10 éve működik. Mi 10 éve a Dombóvár Kernem Baráti Kör Egyesülete minden évben csináltunk húsvétvárót, nyilván nem ilyen díszesen, vagyis nem tojás díszítéssel, hanem ajtódíszekkel. A Kernem pincébe szoktunk összeülni, tojásokat díszíteni, különböző képeslapokat csináltunk. Gyerekekkel együtt ültünk. Volt egy óvónénink annak idején, sajnos ő már nem él, a Penc Marika, aki ebben nagyon sokat segített nekünk. És aztán többször jártam én Németországba nyilván, mert a kötődésünk az van, és ott láttam a díszes kutakat, és akkor próbálkoztam tojással, amit megdíszítettünk zölddel, arra ráragasztottuk a tojást, volt már ilyen is, és tavaly kaptam támogatást kint Németországból a Testvérvárosi Egyesülettől, és úgy döntöttem, hogy veszek tojást. Ezek a tojások kerültek fel a Tinódi ház előtt álló fákra. Tavaly ugyanis a koronavírus miatt meghiúsult a civil szervezet húsvétváró foglalkozása, amit az áruház előtt szoktak megtartani. 2021-ben azonban úgy döntöttek, más formában ugyan, de készülnek az ünnepekre. Nyilván most is az előírásoknak megfelelően maszkkal, és egyszer magamban díszítettem két kis segítséggel, és itt pedig a Tinódi ház előtt a Nagy Családosok Országos Szervezetének dombovári csoportja díszített a gyerekekkel, meg a polgármester úrral. Dombóváron 26 fát díszítettek fel, igazi húsvéti hangulatot teremtve a városban. Sima műanyag tojások, ami bírja az esőt, a havat, talán a szelet is, és hát azokat akasztották föl. Én szerintem egy kis szint hoz a város életébe, úgyis nagyon le vagyunk ülve, nagyon szomorú a helyzet körülöttünk a koronavírus miatt. Egy kis szint hoztunk az életébe a városnak, úgy gondolom, hogy ez nem baj. Hát régebben a húsvétvárokra a civil szervezetek lettek meghívva, a Városi Zenész Egyesület Balaskó János vezetésével szokott zenélni, ilyen tavaszi hangulatot teremteni, volt medvehagymás pogácsa, volt másik pogácsa, volt teja is, de hát ezt most nem lehetett megcsinálni, sajnos így most ez a két civil szervezet dolgozott ezen. Az egyik legnevezetesebb tojásfa Németországban a zaltfeldi húsvéti tojásfa. Bár a német hagyomány eredete már a homályba veszett, minden bizonnyal azzal hozható összefüggésbe, hogy a tojás a világ minden táján az élet egyik ősi szimbóluma.